a Muay Thai alaptechnikáival, remélem jól mondtam, tehát Muay Thai technikával lehetett megismerkedni a Budapesti Thai Box Akadémián. A kifejezetten gyerekeknek szóló szemináriumon többek között a finn válogatott edzője is itt volt, és segített a speciális mozdulatok gyakorlásában. One, two. A helyes könyök mozdulatot tanulják ezek a gyerekek a Budapesti Thai Box Akadémián. Az egésznapos szemináriumon a Muay Thai, vagyis a Thai Box alaptechnikáit gyakorolhatták a jövő harcosai. Tanulunk sok Thai mozdulatot, és még jól is érezzük magunkat, meg még egy hírességgel is találkozhattunk. Erre az alkalomra ugyanis a finn válogatott edzője, Cseh Bin is ellátogatott, hogy segítsen el sajátítani az eredeti thai stílust. A magyar gyerekek nagyon vidámak és nagyon szeretnek edzeni. Úgy látom, ezeknek a fiataloknak helyén van a szívük és tudnak harcolni. És ha erős lélekhez erős test is párosul, akkor az egy kitűnő kombináció. Cseh Bin szerint ennél a korosztálynál az a legfontosabb, hogy megtanulják a megfelelő alapmozdulatokat, amire aztán építeni lehet. Így ezen a tréningen főként az alapmozgást, a helyes távolságtartást és a küzdőállások rögzítését gyakorolták. Nekem tetszik, legalább egyre-egyre jobb leszek. Az egész napos tréning iránt nagy volt az érdeklődés. Mintegy 40-en érkeztek főként a főváros sportegyesületeiből. Voltak, akik már évek óta űzik az egyik legnépszerűbb távol-keleti sportot, és voltak, akik csak nemrég kezdték. A frissen tanult mozdulatokat mutatja az 5 éves Szakmári Ádám. Más edzésen is jelentkeztem, és oda nem engedtek még, és idejöttem, megnézték, mit csináltam, és utána azt mondta, hogy nehéz kecsit öltök, és innentől tárboxozok. A szervezők szerint rendkívül fontos az utánpótlás képzés, hogy a magyar sportolók is az élvonalba kerülhessenek a nemzetközi versenyeken. Ők a jövő, nekik kell megtanítani azokat az alapokat egy-egy tájmesternek, amiket ugye fontos elsajátítani ahhoz, hogy a jövőben jó bajnok legyen, jó mozgásokkal. A vezetőedző hozzátette, szeretnének hagyományt teremteni abból, hogy külföldi mestereket hívnak megoktatni, mivel ők személyes példaképként inspirálhatják a magyar gyerekeket is.